Digitális oktatásra állnak át a kapuvári iskolák. Horváth László igazgató elmondta, a rendkívüli helyzetre felkészültek és interneten keresztül tanítják a diákokat. Valóban egy más helyzet állt elő, mint ami eddig volt, és nagyon furcsa, amikor ilyenkor tavaszi napon az iskola üres, és a tantermekben nincsenek gyerekek, még a csengőszót is kikapcsoltuk. A célunk az, hogy egyébként azt a nyugalmat megőrizzük, amely eddig is volt iskolánk falai között, és hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy a gyerekük tovább tudjon tanulni majd, illetve a tananyagot fel tudja dolgozni, és a gyerekeknek is segítséget, ehhez pedig a szülők segítséget kérjük. Az elmúlt hetekben a tankeret segítségével, hisz ők nekünk a fenntartónk és a működtetőnk is, Soproni Tankereti Központ, arra kértük őket, de ők már egyébként jelezték, hogy minden olyan eszközt vásároljunk meg, amely szükséges ahhoz, hogy a vírust megfékezzük, illetve nehogy bekerüljön az iskolánkba. Minden WC-ben, minden mellékhelyiségben, csapoknál, kézmosóknál, ebédlőnél, folyékony szappan, aztán fertőtlenítőszer, papírtörlő, tehát minden olyan anyag rendelkezésünkre áll, amely a biztonságot szolgálja. A takarító személyzet kiemelten takarítja a padok felületét fertőtlenítőszerekkel. Egész csütörtökön pénteken pluszba még több fertőtlenítőt használtak, és mai napotól is teljes fertőtlenítés alatt van az iskola. Semmi megbetegedés ilyen jellegű nem volt, de annak érdekében, hogy ne is legyen, tehát hogy maximálisan védekezünk. Aztán múlt héten volt az iskolarendőr mindegyik iskolánkban, ahol azért rendőrségi tájékoztatót hozta el nekünk. A Páce iskolában az iskola rádión keresztül olvastuk fel azok az instrukciókat, amelyek szükségesek. A Széchenyi iskolában, illetve a Gartai kisiskolánkban pedig az osztályfőnökök vagy az osztálytanító, aki az adott órán bent volt, olvasta fel a gyerekeknek a rendőrség elvárásait, illetve a rendőrség is hozott egy olyan kis táblázatot, hogy mi a helyes kézmosás szabálya, amelyet mindegyiket lefénymásoltuk, lefóliáztuk és kiraktuk a mellékhelyiségek, illetve a csapok mellé. A hétvégi munka azzal telt, hogy a tankereti központ üléseztek, és hát informáltak bennünket arról, hogy kezdődjön ez a hét. Mi reggel már korán kezdtük először a vezetőtársakkal, igazgatóhelyettesekkel, tagintézményvezetőkkel, illetve telephelyi koordinátorokkal. Egy értekezletet tartottunk itt a Páca iskolába, hogy teljesen egységesen intézkedjünk minden olyan feladatról, ami szükségessé válik az elkövetkező időszakban. Ezt követően a Páca iskolás nevelőknek volt egy értekezlet, majd ezt követően a Széchenyi iskolában volt egy értekezlet, onnan értem most vissza. És én úgy érzem, hogy a nevelők helyzetmagaslatán vannak. Ez, amit mi most próbálunk, és az, hogy eddig a digitális módszereket alkalmaztuk, informatikai tudásunk van, gépparkkal rendelkezünk. Az iskolában rengeteget fejlődött az elmúlt években fejlődtek az IKT eszközök, több továbbképzésünk volt. Tehát nagyon nagy ugrás az elmúlt évekhez képest, de ez a feladat, ez mégis egy újabb feladat, tehát ami még több tudást igényel, és azért azt tudjuk, hogy hiába tanulunk, hiába bármilyen területen tanulunk, a puding próbálja mindig az evés, és a tanulásban, főleg informatikában úgy fogunk előbbre jutni, hogy lesznek olyan pontok, amelyik nem sikerül, és utána újból próbáljuk, és sikerülni fog. Ezt a nevelőkben én látom, és hát erre is sarkalom őket, hogy mindenképpen minden új területtel ismerkedjenek meg. Ezen a héten az értekezleten is elhangzott, hogy már évelején kértem az osztályfőnököket, hogy minden osztályközösségnek a szülők elérhetősége, a telefonszám, e-mail cím és bármi, amilyen fórumon el tudjuk kérni, ez meglegyen. Ez külön van egy papírformátummal. Külön a kréta feleten is fel kell vinnünk a tanulóknál ezt a nyilvántartás rendszerünkben, de természetesen vannak változások, hogy valakinek új telefonja van, vagy más címre költözött, ezt mindig módosítjuk, és ha a szülő nem jelenti be a telefonszámot, akkor most feladatunk lesz, hogy ezen a héten mindent kinyomozunk. Én kértem minden osztályfőnöktől, hogy kérem ezeket az elérhetőséget, hogy belegyenek az iskolába, illetve zárt csoportokat hoztunk létre, mint a vezetői szférában, mint a nagyiskolákban, és így ezen keresztül azonnal információkat tudunk juttatni a vezetőség részéről a kollégák felé. A tankeret minden segítséget megad, mindig azt az utat keresik, hogy melyik módozat lehet a legjobb.
Tartunk attól, hogy az informatikai rendszer talán nem bírja, ha minden csak interneten keresztül küldünk, így a tévék is becsatlakoznak. Tudom, hogy a Sopron TV-nek vannak elképzelései, és mivel itt nem fogható, de ez meg majd a YouTube-on keresztül elérhető lesz, tehát hogy vannak a lehetőség, és ezen a héten a Kréta felületen szülőknek már többször is üzentem, és ma is fogok egy levelet küldeni hamarosan, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a héten mi a feladata a gyerekeknek, hogy kérdéses esetekben hol keressenek engem. Meg fogom adni az iskola e-mail címét, ahova a leveleket írhatják, illetve a telefonszámot, ahol el fognak engem érni, vagy helyettes társaimat. Aztán azt is meg fogom írni, hogy az idén ebben a héten csütörtökön és pénteken lenne a 8-as tanulóknak a továbbtanulással kapcsolatban, ha iskolát szeretnének módosítani. Na most erről még nem kaptunk sem az oktatási hivataltól, sem a tankerülettől intézkedési tervet, de én úgy gondolom, hogy ez megoldható lesz, hogyha a rendszer engedi, hogy a szülők, ha szükséges, telefonálnak, és egyesével a gépi programon keresztül a tanulóknak a sorrendjét módosítjuk, és az aláírásokat megtesszük, és postázni fogjuk. Rengeteg szülői kérés volt olyan, hogy mi lesz a ballagása, és előreláthatóan milyen információkat tudunk adni. Én mindenkinek, akivel beszéltem, azt mondtam, hogy egyelőre az elmúlt heteknek a feladatait próbáljuk koordinálni, és azt tudom, hogy a határtalanul programot leállítottuk. Én kértem a kollégáimat, hogy az osztálykirándulásokat, ahova buszt foglaltak, vagy bármi múzeumbelépést, vagy bárhol bármit lekötöttek, azt mondják vissza, és hogy egyelőre azokkal a feladatokkal foglalkozunk, ami a sikeres tanév elvégzéséhez szükségesek. Jövő héttől ezen a héten ismételnek a gyerekek, ezt majd megírom a Krétába is, az eddigi tananyagokból, a könyvekből, munkavezetőből kimaradt részeket tölthetik, olvassanak szülőkkel és ismételjenek. Nem szeretném, hogyha a gyerekek között is egy pánik hangulat uralkodna el, illetve megijednének. Mi itt vagyunk, máshogy találkozunk velük, de mi ugyanúgy itt vagyunk pedagógusok a gyerekeknek, meg a szülők is, meg partnerek vagyunk. Tehát ez a hármas kapocs, a szülő, a gyerek és a pedagógus, ennek működnie kell ezután is. És igazából ez lesz az igazi próba nekünk az IKT eszközökben is, hogy mennyire tudunk mindent használni. Több lehetőségünk van. Az osztályokat arra kértem, hogy osztálycsoportok jöjjenek létre, és az osztálycsoportokon belül tudják majd a tananyagokat közvetíteni. Illetve jövő héttől már a tanárokkal, ahogy kollégáimmal beszéltünk, több verzió is felvetődött, de a legjárhatóbb út az lesz, hogy minden tanulónak van egy órarendje. Az órarendekben megvan, hogy mikor van matematika, magyar, mert képzeljük el, hogy ha minden nevelő próbálkozna információkat átadni a gyerekeknek akármilyen online felületen, és közben ő mással foglalkozna, tehát egy teljes káosz lenne, a járható út az lesz, hogy mondjuk tudja a tanuló, hogy milyen az órarendje, és abban az órában valószínűleg matematika óra lesz, vagy magyar óra lesz, vagy angol óra lesz, és ehhez a soproni tankerület olyan segítséget is próbál nyújtani, hogy ha vannak olyan aktív tanárok, akiket vállalnák azt, hogy a tananyagot felveszik, és utána ezt le tudják játszani a gyerekeknek, ez egy könnyítés lenne. Én emlékszem, az én gyermekkoromban még délelőttönként voltak olyan adások, amikor és nem tudom pontosan a címét ennek a műsornak, de amikor kémiai kísérleteket, fizikai kísérleteket, illetve egyéb órákat nézhettünk meg az iskola tévén keresztül, és ez nagyon érdekes volt. Akkor azt hittük, hogy ez már elavult, és ez többet nem jöhet vissza, de látjuk, hogy azért az élet az hozhat olyan változásokat, amikor újra ehhez is folyamodhatunk, úgyhogy lehetséges, hogy a televízió keresztül, lehetséges, hogy e-mail formátumban, lehetséges, hogy zárcsoportokon keresztül, tehát valahogy az információ el fog jutni a gyerekekhez. És arra kérem a szülőket és a gyerekeket is, hogy természetesen arra törekedjenek, ami megtanítható, ami otthon segíthető. Ha nincs ilyen, olyan tananyagrészhez jutunk, amely nem feldolgozható otthon így ilyen formátumban, azokat ki fogjuk hagyni, és rugalmasan átrakjuk egy másik tanévhez, a következő tanévhez. Tehát nem arra fogunk törekedni, hogy a szülőnek és a gyereknek nehézséget okozzunk, illetve feldolgozatlan feladatokat adjunk, hanem arra, hogy az, ami így segítség folytán megoldható, mindenképpen megkapják a szülők és a gyerekek. És hát kérem a szülők segítségét is, akik egyébként nagyon pozitívak és érzik, hogy ez a mi biztonságunk érdekében van. Étkeztet és hogyan fog ezután zajlani a tagintézményeknél, vagy itt a Kapuvári Térségi Általános Iskola Kapuvári iskoláiban? Az étkeztetés az ugye mai naptól minden kis gyereknek az ebédjét lemondtuk. A Széchenyi iskola konyháján főznek, és az étkeztetés önkormányzati feladatként a
szülők ma reggel fél 8 és 8 óra között jelezhették a Széchenyi iskola konyháját, és onnan egy tál ételként elvihették magukkal, és a mai nap folyamán kell a szülőknek jelezni, hogyha az elkövetkező napokban is az étkezést kérnék. Ez természetesen ugyanott ezen a telefonszámon. Iskolában van ügyelet, kit lehet hívni, és milyen idő intervallumban? Az ügyelet az reggel, én mondjuk hivatalosan fél 8-tól lennénk, de ma is már 6 órakor itt voltam, tehát azért nem kérem, hogy 6 órakor hívjanak a szülők, de fél 8-tól, 7 órától fél 8-tól mindenképpen hívhatnak bennünket délután 4 óráig, mindig lesz ügyelet, tehát az iskola ajtaja azért van zárva, mert ez előírás, de telefonon egyeztetünk, akkor ha valami olyan kérdés van, vagy kérés, akkor segíteni tudunk, tehát meg fogjuk oldani a problémákat. A Kréta rendszeren keresztül fogok üzenni, és ezen keresztül leírom azt az e-mail címet, ahova a PP iskola e-mail címére küldhetik, ha bármilyen kérésük van, és a telefonszámot, a 0696241224-es telefonszámon pedig, hát akinek bárkinek kérés van, nyugodtan felteheti felénk. Köszönöm. Én is köszönöm. A Kapuvári Katolikus Iskola Központban is az internet segítségével juttatják el a tananyagot a diákoknak. Az iskola történetében először fordul elő, hogy várhatóan elmarad a ballagási ünnepség, viszont az érettségit megtartják. A katolikus óvoda is bezárt a kapuit. Hát elsősorban már a múlt héttől nagyon intenzíven figyeltük a különféle híradásokat, a kormányzatnak, az operatív törzsnek, az ágazati minisztériumnak, tehát ugye ez esetünkben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Oktatási Hivatalnak a különféle tájékoztatóit. És hát ugye különösen péntek estétől, amikor a miniszterelnök bejelentette, hogy az oktatásban milyen nagyon komoly változások fognak életbe lépni hétfőn. Úgyhogy elsősorban ezeket a tájékoztatásokat próbáltuk figyelni, és akkor ezeknek a tájékoztatóknak a szellemében járunk el a mai naptól, hétfőtől kezdődően. Hogyan értesítették a diákokat arról, hogy március 16-án reggel 8 órára nem kell bejönni? Gimnáziumról is van szó, általános iskoláról, 1-től 12. évfolyamig, tehát nagyon sok gyerekről van szó. Igen. Nyilván nagyon sokan már tőlünk függetlenül a különféle hírcsatornákból értesültek a változásokról, de igyekeztünk mi is tájékoztatni a diákjainkat, illetve a szüleiket. Ehhez felhasználtuk a saját intézményi honlapunkat, az intézményünknek a Facebook oldalát, illetve van egy belső tájékoztatási rendszerünk, ami hát egyben az elektronikus napló és elektronikus ellenőrző is, ez a Kréta rendszer. Ezen keresztül is mentek ki üzenetek a diákoknak. Teljesen új helyzet állt elő. Én úgy tudom, hogy ilyenre nem igazán volt példa a II. Világháború óta. 56-ban megállt az élet Pesten, igen, a nagyobb városokban, de itt Kapuváron úgy tudom nem, tehát az iskolákat nézzük. Hát az oktatás hogyan fog zajlani? Ez valóban egy rendkívüli helyzet, és erre még nem volt példa az utóbbi időszakban. Ugye a kormányzati döntés értelmében a mai naptól, hétfő reggeltől nincs tantermi, osztálytermi oktatás, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a diákok nem jöhetnek be az iskola épületébe, hanem átálltunk úgynevezett digitális munkarendre, digitális tanrendre. Tehát elektronikus úton kell, hogy tartsák a pedagógusok a diákokkal a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk úgy megszervezni az oktatásunkat, hogy továbbra is órarend szerint haladunk a tanrendünkben, de hát nem kontaktórákat tartunk a diákokkal, hanem minden tanár beírja az óráját az elektronikus naplóba, illetve hát ezen keresztül ugye a gyermekek látják az elektronikus ellenőrzőbe is, és ehhez kapcsolódóan pedig felteszi ebbe a Kréta rendszerbe az üzenetét a gyerekek számára, ami lehet mondjuk tankönyvi oldalaknak a kijelölése, munkafüzeti feladatoknak a kijelölése, de csatolhat hozzájuk esetleg valamilyen plusz tananyagot, fájt, hivatkozhat mondjuk egy olyan linkre, amin egy kis videó van a tananyaghoz kapcsolódóan. Tehát ilyen módon alakítjuk át az életünket, és ilyen módon alakítjuk át az oktatást. Ami gyakorlatban úgy néz ki a gyerekeknek ugyanúgy, tehát reggel 8-kor oda kell ülni az okostelefon, számítógép, tablet elé, figyelni kell az információkat, és rendesen az adott napi órarend így meg lesz tartva. Igen, hát nyilván ez lenne az ideális, hogyha ezt csinálná minden gyermek. Próbálunk is hagyatkozni arra, hogy hát a nagyobbaknak a tudatosságára és felelősségérzetére, a kisebbeknél pedig hát vagy valamilyen módon bízunk benne, hogy a család meg tudja oldani a gyermeknek a felügyeletét, és akkor figyelnek rá a szülők, vagy mondjuk a szomszédok, hogyha éppen ők vigyáznak a gyerekre. Tehát figyelnek arra, hogy tényleg foglalkozzon a tanulással. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy nem tanítási szünet
kezdődött meg, nem ezt rendelt el a kormányzat, hanem egyszerűen csak egy másik munkaformára való áttérést, amelyben ugyanúgy továbbra is dolgoznia, tanítania, illetve tanulnia kell pedagógusnak és diákoknak egyaránt. Eszközök vannak a gyerekeknél, tehát itt 1-től 12. évfolyamig van ugye a helyzet, tehát mindenki rendelkezik megfelelő eszközzel a tanuláshoz? Tapasztalatom szerint igen. Vagy személyi számítógépe, vagy laptopja, de ha véletlenül ezek nincsenek, okostelefonja azért szinte kivétel nélkül mindenkinek van. Hogyha valaki jelzi nekünk, hogy az eszközökkel problémája van, vagy nem lenne lehetősége az elektronikus kapcsolattartásra, akkor tudunk neki tanácsokat adni, hogy ezt milyen módon tudja megtenni, illetve tudunk neki segítséget nyújtani. Tehát nyugodtan akár informatikai rendszeren keresztül lehet az iskolának üzenni, illetve tanácsot kérni, fel lehet hívni az igen, természetesen. Tehát a vezetőség itt van, telefonon elérhetőek vagyunk, és e-maileket is fogadunk. Jön az érettségi hamarosan, ez nagyjából március közep, április és itt a május, írásbeli érettségi. Tehát ez hogy fog zajlani, akár a ballagásról gondolok, érettségi, mi az iránymutatás jelenleg? Hát, hogy kezdjem ezzel az utóbbival, sajnos ott nincsenek biztató kilátásaink, tehát minthogy a mi gimnáziumi ballagásunk is ugye egy nagyon szép ünnepség szokott lenni, de hát messze 100 fő fölött vannak ott jelen egy zárt térben a szülők és a diákok, tehát a jelenlegi helyzet szerint nem látom realitását annak, hogy meg tudjuk tartani akár a szerenádot, akár a ballagást, bár ne legyen igazam, de én most úgy látom, hogy ezekre idén nem tudunk sort keríteni. Volt ilyen az iskola életében? Nem volt még ilyen az iskola életében. Az érettségire való felkészülésnél pedig van némi könnyebbség, meg nehézség is. A könnyebbség az, hogy én úgy tudom, hogy nem nagyon van már olyan tantárgy, amiből ők, az érettségizők még új tananyagot tanulnának, tehát már eddig is minden kollégám eljutott oda, hogy az ismétlés, a gyakorlás időszaka következett be az érettségi vizsgákra. Illetve annyiból is könnyebb, hogy talán ők már ugye szinte fiatal, felnőttek, 18 évesek, tehát náluk tényleg hagyatkozhatunk a felelősségérzetükre és a tudatosságukra, tehát bennük bízhatunk, hogy a kiküldött gyakorló feladatsorok, szóbeli érettségi témakörökhöz olyan módon fognak állni, hogy komolyan veszik, és ezeknek a segítségével fognak készülni az érettségire. Ugye itt nehézség pedig, írásbeli érettségi, illetve igen. A szóbeli elmaradhat például. Hát ugye nem tudjuk még ezt. Láttam én is olyat a híradásokban, hogy volt olyan szervezet, amely azt javasolta, hogy csak írásbeli érettségi legyen, szóbeli ne. Nem tudok ezzel kapcsolatban még semmit mondani. Nyilván fogunk erről tájékoztatást kapni az oktatási hivataltól, hogy milyen formában fogjuk tudni megszervezni az érettségit. Azt látom, hogy mindenképpen az a szándék az oktatás irányítás részéről, hogy az érettségik megtörténjenek, és ebben ne szenvedjenek kárt a végzős középiskolások. Ugye, nagyon fontos, hogy kivel tartanak a kapcsolatot például az iránymutatások tekintetében, hiszen például Marag Gelőnben volt a Kapuvári Önkormányzatnál, ahol bizonyos tájékoztatásokat kapott. Kik voltak jelen ezen a megbeszélésen, illetve milyen tájékoztatást kaptak? Igen, tehát a már felsorolt irányító szerveken kívül, hát nekünk ugye nagyon fontos nyilván a fenntartónkkal, a Győri Egyházmegyével való kapcsolattartás, hiszen próbálunk egységesen fellépni, hogy a Győri Egyházmegyének minden oktatási nevelési intézményében egységes irányelvek alapján történjenek ezek a rendkívüli döntések. Természetesen tartjuk a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, polgármesteri hivatallal is. Ma délelőtt Borsodi Tamás főjegyző úrnál jártam, illetve az aljegyző úr is jelen volt. Itt főként az óvodával és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokról egyeztettünk, hiszen az óvodák nyitvatartásáról való döntés az települési önkormányzati feladat. És egyébként arról tájékoztatott engem főjegyző úr, hogy a holnapi naptól kezdve elrendelik az óvodáknak a bezárását. Tehát március 17. Igen, keddreggeltől március 17-től kezdve elrendelik az óvodák bezárását, és csak ügyeletet fogunk tartani. Valóban a gyermekétkeztetés is önkormányzati feladat lenne, de a mi esetünkben az önkormányzat ezt már korábban átadta a fenntartónak, a Győri Egyházmegyének, tehát azoknak az óvodás és alsó tagozatos kisgyermekeknek, akik ügyeletet kérnek, illetve akiknek a családjuk ügyeletet kér, nekik tudunk biztosítani étkezést, hát amennyiben ők ezt korábban is igénybe vették, tehát ugyanabban a formában meg tudjuk ezt tenni.
itt a gyakorlatban az étkeztetés hogy fog zajlani itt az intézményben? Mint hogy nagyon kevés kisgyermekről van szó. A jelen tudásom szerint az óvodában például a mai napon 3 kisgyermek van, az iskolába senki sem érkezett ma reggel, és talán egy jelzést kaptunk, hogy holnaptól valaki szeretne igénybe venni. Itt persze szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez csak rendkívül indokolt esetben lehetséges. Tehát mondjuk rendvédelmi, egészségügyi dolgozók gyermekeiről van szó, akiknek tényleg szükséges a munkájuk ebben a veszélyhelyzetben. Tehát nem azt jelenti, hogy valaki úgy gondolja, hogy neki kényelmesebb akkor, ha a gyermeket beadja ügyeletre. Az étkeztetésük pedig, minthogy ennyire kevés gyermekről beszélünk, tehát nyilván az a veszélyforrás nem áll fönn, hogy most egy tömegben rengeteg gyerek ebédelne vagy étkezne az ebédlőnkben. Tehát minthogy ilyen kis létszámú gyermek, tehát ezt így simán meg tudjuk oldani az étkezőnkben. Van-e valaki karanténban, hiszen azért itt nagyon sok emberről van szó, nagyon sok hozzátartozóról van szó az intézmény Igen. központ tekintetében, erről kaptak egy tájékoztatást? Igen, tudomásom szerint nincs ilyen tanulónk vagy óvodásunk, aki karanténban lenne. Itt ugye mindenki tudhatta azt az általános tájékoztatást, hogyha véletlenül külföldön járt, vagy olyan emberrel került kapcsolatba, aki tudomása szerint megbetegedett, akkor ugye 14 napig lehetőleg ne menjen másoknak a közelébe, és elzárkózva próbálja meg megoldani a mindennapjait, de mondom, a mi tanulóink, óvodásaink és dolgozóink részéről nem tudok ilyenről. Mi az iránymutatás a dolgozók tekintetében? Ugye pedagógusok, mivel folytatódik a tanév, tehát nem áll meg, egy teljesen más módszer Igen. az oktatás, viszont itt más dolgozók is vannak. Mi lesz velük? Igen. A pedagógusokra visszatérve csak egy mondat erejéig, tehát valóban ezzel a digitális munkarendelők tulajdonképpen ugyanúgy elvégzik a feladatukat, csak hát ennek a járványnak a természetéből adódóan megpróbáljuk azt is, hogy ők se jöjjenek be az épületbe, hanem otthonról a saját eszközeiken keresztül tartsák a kapcsolatot a diákjaikkal. Hát nehezebb kérdése a technikai dolgozóknak a kérdése. Nyilvánvalóan nekik most az a feladatuk, hogy az épületben mindent fertőtlenítsenek, mindegyik épületünkben mindent fertőtlenítsenek, takarítsanak ki alaposan, illetve hát a konyhán pedig az ügyeletet igénylő gyermekek számára hát továbbra is kell főzni, illetve hát aki napi 3-szor étkező, annak uzsonnát és 10 órait kell készíteni. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy ezen a héten biztosan ők még ilyen formában fognak dolgozni, és a következő napokban pedig konzultálnom kell a fenntartóval majd, hogy ők milyen formában tudják tovább végezni a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm én is.